és arra, hogy a földesből olyan diákok kerültek ki, akik akár még világhírnevet is tudtak szerezni a saját szakmájukban. De sokan, nagyon sokan olyanok is vannak, akiket a városukban, a településükön övez nagy-nagy tisztelet. Ilyen például Kaló Emil kardiológus főorvos, aki itt áll mellettem. Üdvözlöm, főorvosú! Természetesen ő is földesista volt, és nagyon-nagyon régen, még az 50-es években, 59-ben végzett. Mondta nekem, hogy ő nagyon nem szeret szerepelni, úgyhogy tessenek őt egy kicsit biztatni, hogy mondja el, amit gondol, mondja el őszintén, hogy miért van itt, amikor ő soha életében semmilyen demonstráción nem vett részt. Elnézést kérek, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Tudom, hogy alkalmatlan vagyok bármilyen jellegű közszereplésre, ezt most is mondottam, és Gyuditnak is előre figyelmeztettem, hogy velem csak rosszul jár. Jó emlékszem arra, amikor 1948. március 15-én szülőfalumban, Csokvalmányban, a Dobrán tábortűz mellett Emil szavalt. Sajami lobogónkat fényes szellők fújják, utána filmszakadás, hátraarc, futás, és három napig a falu engem keresett, végül egy odvasfába talált meg. Tehát ha ezt Judit felvállalja, hogy ez szaladok esetleg, akkor szívesen beszélgetek vele. Visszakérem én ezt a mikrofont, ez az én kezembe való. Majd én nyújtogatok, jó? Szóval miért van itt, amikor soha nem járt demonstráción? Ami miatt itt vagyok, tulajdonképpen a következő, a földes iránti elkötelezettségem. Elkötelezett vagyok magam, mivel lényegében 1955. szeptember 1-én léptem át a földes gimnáziumnak a kapuját. A Deák téren volt a kollégiumunk, ahol a nagy hálóba 50-en, a kis hálóba 30-an aludtunk. A hálóból reggel fél hétkor el kellett jönni, és este fél hétkor nyitottak ki a kapuját. Az öltözőszekrényünk kisebb volt, mint a barlangfürdői öltözők, és abban ketten raktunk. Ide jártunk reggelizni. A reggeli az cikória kávé és zsíros kenyér volt. Két napig nem ettem, harmadik nap repetáztam. Kezdetben a szökés gondolatával is foglalkoztam, de végül 1959-ben kitűnően érettségiztem. Mostan az egyetemre egyéb kategóriába rajtoltam, és végül elsőre felvettek. Ezt a földesnek köszönhetem. Tehát akkor elkötelezett a földes iránt, ezért is. De ön nekem azt mondta, hogy a gyerekei is ide jártak. Igen, a két gyerekem itt érettségizett, ráadásul van még egy harmadik okom, hogy feleségem 41 évig a gimnáziumnak a tanára volt, és ma 70 éves. Isten éltesse! Főorvos úr, ön támogatja, hogy Veres Pál maradjon, legyen a földes igazgatója, és önt ebben megerősítette egy levél, amit egy fizikustól kapott. Mi volt abban a levélben? Hát elnézést kérek, erre a kérdésre nem számítottam, és nem is tudok rá válaszolni, mert nem publikus. Nem publikus. Rosszat kérdeztem, bocsánatot kérek. Azt viszont bizonyára el fogja mondani, hogy ma délelőtt hol járt az önkormányzat épületében. Kinél? Igen, a polgármester meghívására az önkormányzat épületében, annak épületét, küszöbét életemben először átlépve voltam. Tehát még soha nem voltam ott. Polgármester úr is orvos, én is orvos vagyok. A jó magam rengeteg tudományos rendezvényt szerveztem, társszakmáknál előadtam, továbbképző előadásokon háziorvosoknál, és rengeteg előadást tartottam, de polgármester úrral én személyesen most találkoztam, csak választási plakátokról ismerem. Természetesen magáztuk egymást. A kicsit számomra cinikus és megalázó volt a véleménye. Mert miért? Azért, mert lényegében előre eldöntötték. Kérdezte tőlem, hogy kardiológus főorvosként, ezek szerint ismert, ha egy beteg megy felfelé a lépcsőn, fáj a mellkasa és izzad,
akkor vizsgálat nélkül elkezdem kezelni? Mondom, nem, természetesen megvizsgálom, utána döntök, hogy mit kell csinálni. És önöknek is az a feladatuk, hogy ha ezt a cirkuszt, amit Verespál a végig csináltak, akkor most tessenek dönteni. Tehát ő mindenképp azon volt, hogy döntést csikarjon ki. Végül hogyan váltak el? Hát, polgármester úr mondotta, hogy nem a Hyde Parkba kell tárgyalnunk, hanem itt, és kérdezte, hogy miért nem korábban történt mindez. Hát elmondottuk, hogy a Oktatási Bizottságnak a véleményét azt hiszem csütörtöki nap ismertük meg, a Öreg Diák Egyesület vezetősége pénteken összeült, akkor még csak egy közleményt akartunk kiadni, akkor született döntés az esetleges demonstrációról, másnap történt a helyfoglalási kérelem, és hát korábban nem lehetett, végsősoron a illetékeseket megkérdeztek, tehát mi, mint civilek. Tulajdonképpen mindenki tudja, legalábbis nagyon remélem, hogy tisztában vannak azzal, hogy hogyan döntött az Önkormányzat Oktatási Bizottsága. Ugye azt mondták, hogy hát jó, akkor ne legyen se Verespál, se pedig Deák Enikő, hanem, vagy bocsánat, Dávid Enikő. Úgy látszik, hogy ez Freud valahogy közbeszól, ki se tudom mondani a nevét. Tehát, hogy senki se legyen, hanem majd egyszer csak dönt az új fenntartó, ugye az állam. Majd mindjárt erről is beszélek. Köszönöm szépen, főorvos úr. Még egy gondolat, ugye? Igen, még azt szeretném elmondani, hogy számomra a földes rendkívül sokat jelent. Ma van ilyen, hogy PIN kód, username, password. Ezeket nem fordítjuk, használjuk csak, és ezeknek a használatát tulajdonképpen a számítástechnika és a személyiségi védelem kényszerítette ki. Én ezt a három szót még kiegészíteni azzal, hogy földes, mert a földes számomra egy kulcs, ami nagyon sokat kinyitott az életembe. Ezt éreztem az egyetemen, éreztem akkor, amikor a osztályra kerültem, és 10 orvosból 6-an voltunk, akik földesbe végeztünk, a gimnáziumban, vagy a kórházban, ahol a megyei kórházban egyetlen munkahelyemen dolgoztam, nagyon-nagyon sok földes diák volt, betegek között, ha kiderült, elhangzott egy szó, hogy földes, a légkör egyből oldottabbá vált, minimum tegeződtünk, onnét az orvos-beteg viszony kapcsolat megváltozott, és a bizalom nagyon nagy tőke. Hát aztán bekerült az ember az országos vérkeringésbe, ott is egyre több földes diákkal, az ember kikerült külföldre, ott is földes diákokkal találkozott, és ez a szó, hogy földes, ez egy kulcs, egy PIN kód, egy password, egy username. Köszönöm szépen!